A kapcsolattartás újabb állomása. Áll a magyar miniszterelnökség általa találkozóról kiadott közleményben. Pásztor István ezúttal a legutóbbi novemberi találkozó óta eltelt időszak vajdasági fejleményeit ismertette Orbán Viktorral. A találkozó fő témája a magyar nemzeti tanács stratégiai programjainak értékelése volt, amelyek mindkét politikus szerint eleget tettek az elvárásoknak. Ellen. Orbán Viktor megerősítette, hogy az MNT négy éves mandátumának végéig a magyar kormány továbbra is vállalja a stratégiai programok megvalósításához szükséges anyagi feltételek biztosítását. Pásztor István beszámolt az új vidéki európai kollégium építéséről is, amely várhatóan őszre készül el. A két vezető politikus megegyezett abban is, hogy a vajdasági magyar közösség versenyképességének záloga a továbbtanulásban rejlik. Elsősorban az Újvidéki Egyetem keretein belül. Hangsúlyozták, hogy csak is a magas színvonalú, Szerbia felsőoktatási keretébe foglalt állami oktatást támogatását tartják elfogadhatónak. A beszélgetés során szó volt még a jövőre esedékes magyar parlamenti, illetve a magyar nemzeti tanácsi választásról, és az azokra való felkészülésről is.